Újabb pályázatot írnak ki az Avashoz kapcsolódó vendéglátó egységek, a Bortanya, az Avasi Kilátó Kávézó és az Átrium üzemeltetésére. A februári pályázat nyertesre ugyanis hosszas egyeztetést követően a szerződés kötés előtt elállt az ingatlanok üzemeltetésétől. A pályázatok beadási határideje szeptember 11-e. Az ingatlanok működtetésére egységben, illetve külön-külön is lehet jelentkezni. Hangulatos épület az Avasi Pince soron a Bortanya. A rendezvényeknek, borkóstolásoknak helyet adó épület üzemeltetésére ismét vállalkozót keresnek. Az épületben egy nagy rendezvénytér, jól felszerelt konyha, borozó és még egy csaknem 500 négyzetméteres pince is helyet kap. A Bortanya gyakorlatilag teljesen felszerelt és készen áll arra, hogy valaki működtesse. Ez egy összes hasznos alapterületét tekintve több mint 1000 négyzetméteres egység, amiből, hogyha levesszük a pincét, akkor is még 500 négyzetméter fölötti az a hasznos alapterület, amit élettel lehet megtölteni. Az emeleten 5 berendezett, fürdőszobával ellátott szoba is hasznosítható. Az épület üzemeltetésére az Avasi Kilátó Kávézójával és a nemrég elkészült átriummal együtt írt ki pályázatot az önkormányzat. Céljuk az volt, hogy a 3 épületet egy vállalkozó működtesse. Tavasszal született is nyertes pályázat, azonban a vállalkozó hosszas egyeztetést követően a szerződés kötés előtt elállt az ingatlanok üzemeltetésétől. Most újabb pályázatot írtak ki. Nem volt a piac részéről erre fogadókészség. Ugye egy olyan pályázó volt, aki képes volt ezekkel a feltételekkel pályázatot beadni, de a szerződéskötés itt is meghiúsult, és egyeztetéseket folytattunk a miskolci és Miskolc környéki vendéglátóipari szereplőkkel, és azt gondoljuk, hogy nagyobb eséllyel tudjuk hasznosítani az ingatlan elemeket akkor, hogyha többen tudnak ebben részt venni, és kisebb részletekben tudnak bérelni ingatlanokat. A pályázatok beadási határideje szeptember 11-e.